Kedves diákok, kedves versenyzők és felkészítő tanáraik! Hát elnézést kérünk, hogy elhúzódott a döntéshozatal. Ez olyan, mint mondjuk egy pápa választásnál, hogy már ott állnak a téren, Rómában, és figyelik, hogy mikor száll fel a füst, hogy mikor választják meg az új pápát. Nos, megszületett a döntés. A tisztelt zsűri meghozta a döntését arról, hogy kik fognak tovább jutni kategóriánként a döntőbe, és én a magam nevében nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit és minden résztvevőt, és további sok sikert azoknak, akik tovább jutottak. Átadom a szót a zsűrik elnökeinek, mert ugye mesemondóknál volt egy külön zsűri, és aztán a népzene, népdal, néptánc kategóriában pedig ugye itt a nagy teremben a másik zsűri. Átadom nekik a szót, hadd értékeljék ők a ti produkcióitokat. A viszontlátásra, Isten áldjon benneteket! Kedves barátaim! A népmese kategóriába zsűriztem nagy örömmel, 10 nagyon ügyes mesemondó szerepelt. Természetesen mindenki nem juthat tovább, de azért mindenkinek valamilyen kis elismerést nyújtunk. A Bölcsességek mesélője címmel kap oklevelet a következő 3 mesélő. Itt vannak, gyertek ide föl a színpadra. Nagy Ádám, Polgári Laura, Laura itt is van, és Bárdos Barbara. Köszönjük, hogy eljöttél. Mindjárt sikerül szét vennem. Összetapad. Köszönöm, hogy eljöttél. A legbátrabb mesemondó címmel ismerjük el Csalad Ucsai Linett szereplését. És közben elmondom, hogy a legszebben mesélő mesemondó címét pedig Tóth Kevin. Tóth Kevint is várjuk ide a színpadra. Bronz minősítést nyert a mesemondók első kategóriájában Gunda Kristóf Márk. Itt van, várom a színpadon. Ezüst minősítéssel Bolló Jászmin Csengét is mondja a zsűri. Az első korcsoport kategóriájában a versenyzők közül aranyminősítést és ezáltal továbbjutást nyert Tóth Zsombor. Köszönöm szeretettel, és itt mondom el, hogy az aranyminősítés és továbbjutó versenyzőknek nagyon tudom javasolni, hogy keressenek meg itt az eredményhirdetés után, hogy néhány gondolatot cseréljünk. Második korcsoportban aranyminősítést és ezzel továbbjutást nyert Stomp Bence Áron. És ugyancsak aranyminősítést és ezzel továbbjutást nyert Stenger Kristóf.
még egyszer elmondom, hogy a továbbjutott versenyzőket szeretettel várom az eredményhirdetés után itt oldalt, hogy beszélgessünk. Köszönöm szépen, mindenkinek gratulálok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mindenkinek szeretnék gratulálni, mert nagyon ügyesek voltatok. És most a népdal kategóriában fogjuk kiosztani az okleveleket, de szeretnék egy pár gondolatot, ha megengedtek elmondani. Ami a legfontosabb, hogy a népdal éneklés ugye a beszédhez legközelebb álló dolgunk, olyan, mint az anyanyelvünk. Ezért a legtermészetesebb formájába kell, hogy megjelenjen akár színpadon, akár közösségben, mint ahogy énekeltetek, itt álltam kint hátul, és egyszerűen csodálatos volt, mert mindenki a saját egyéniségét mutatta meg a népdalában, és nem egy színpadi képet akart nekünk, bocsánat, eladni vagy megmutatni, hanem egy természetes, gyönyörű hang jött ki. Vannak ilyen iratlan, meg írott szabályok, hogy egy népdalcsokor három népdalból álljon. Két tematika szerint is összeállíthatja a felkészítő tanár tájegységnek megfelelő, vagy egy választott témához. Hát én ajánlanám a tájegységnek megfelelő. Szerepeljen három népdal két verszakjával, azt még minden gyerek tüdeje elbírja és elbírja énekelni közönségének szépen. Ezeket a határokat nem érdemes túllépni, mert a produkció rovására megy. Ennek megfelelően próbáltuk díjazni a mai produkciókat is, és a közeljövőben is. Ez kis tanács, aztán meg mindenkinek személyesen, ha érdekli, hogy miben tudnánk jó segítséget nyújtani, meghallgatja, aztán oda teszi a szívébe, ahová való. Akkor szeretném először a bronz fokozatokat, vagy személyeket, akik ezt a fokozatot megkapták, szólítani. Viktor Hanna. Csár Huba. Kucskár Huba, lehet nem jól mondtam a nevet, elírtuk. Már nincsen? Jó, akkor eljuttatjuk neki. Akkor van még bronzfokozatban a Bubulika ének együttes. Kékedi Laura, Olá Elizabeth. Veronika Laura. A bronz fokozatot Fekete Boglárka érte. Ezüst fokozatot ért el Gönci Zsófia. Szabó Anna.
kapott értel, az Súlyom ének együtt. Hát nem olyan sokat, de még egy évet, hogy a döntőbe jusson, de viszont nagyon nagy szeretettel gratulálunk Mészáros Péter Gábornak, aki énekelt, és az énekét kísérte citerával, ami nagyon fontos, hogy nem citerázott és közben énekel, hanem énekelt és saját magát kísért, ami egy nagyon nagy dolog, úgyhogy egy nagy tapsot kérünk. Kiemelt aranyfokozatot elértek, Szabó Esztert szeretném kérni. Sokba jutott a döntőbe, és sok sikert kívánunk a további felkészüléshez. És akkor a következő Tilinkó Luca, aki még bejutott a döntőbe. Népdalokat hallottunk tőle, nem egy másik tájegységről választott. Gyere ide, légy szíves, mondd meg, hogy honnan érkeztél is, hány éves vagy, jó? Vajdaságból érkeztem, Horgossal. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Én a néptánc kategóriából zsűriztem. Székelyföldről Csíkszeredából vagyok. Péter László a cég a csodálatos neve. Akik felléptek, én mindenkinek legszívesebben aranyat adtam volna, mert mindenki megérdemli, ki ezzel foglalkozik. Mégis csináltunk egy egyfajta ilyen osztályozást, sorolnám a neveket, hogy a bronz fokozatnál, a néptánc kategóriánál Mózes Ósúly a fazakos. Fokozat az Ignác, ha jól olvasom, Donna és Nyitrai Dávid. A következő, amit szeretnék a bronz fokozatnál, az a Hubuika néptáncfokozatnál nagyoknak. A kettő igazából a kicsit, és voltak a nagyok. Csak bronz fokozatot érdemelt ki Tokai Gyöngyszemek. És még van egy bronz fokozatos Bíró Csenger utca.
senki ne legyen elkeseredve, mert mindre olyan ügyesek voltatok. Következő ez is pedig az Igliceni Tanzcsoport. Nagyszerűek voltatok egész nap, bearanyoztátok a napunkat, és
hogy vibrált a levegő a szeretettől. Átadom Csiszár Pistának most a népzene részét. Szervusztok! Azt hiszem, hogy többen jönnek itt a nézőtéren olyanok, akikkel már találkoztam előző években, vagy akár másik versenyeken is. Ez semmit nem vetít előre, hiszen mindig az aktuális produkciót igyekszem nézni, és ott adni néhány tanácsot, főként a továbbjutóknak, vagy azoknak, akik majd jövőre fognak továbbjutni. Nagy örömmel láttam a hangszeres, az énekes produkciókat, és annak is örültem, amikor hallgattam a néptánc kíséreteket, muzsikus légen azt is nagyon élveztem. Ha adhatnék a továbbiakban általános tanácsot, főleg a felkészítők felé, ami az első zsűri véleményként elhangzott a népdal és hát természetesen a népzenei összeállításokra, ahhoz én is csatlakoznék, ha nem is ennyire beszabályozva azt a bizonyos három népdalt, amit érdemes egymás után válogatni. Általános problémánk volt időnként a túl hosszú és széteső összeállítású gondja. Nem nagyon lehetett esetleg átlátni a szerkezetét annak a dalcsokornak, vagy annak a zenei összeállításnak, amit szeretetek volna. Ráadásul ugye az ilyen típusú versenyeknél nagyon hasznos, ha a szóló kategóriában megpróbálunk egy kicsit rövidebb lélegzettel bemutatkozni, hiszen pár hang után, vagy pedig két vagy három különböző karakterű dalomnál már látja mindenki, hogy milyen felkészültek a versenyzők, és majd talán a döntőn még jobban tudunk gyönyörködni ezek a dalokban. Nem érdemes 5-6 perces összeállítást elkészíteni mondjuk szólistáknak, ott talán egy 3 perc is elég bemutatkozásként. Én is mindenkit, aki érdekel, itt nagy szeretettel várok majd itt az oldalajtónál, vagy valamelyik teremben. De hát jöjjenek a díjazottak, bronz oklevelet szeretnék a tokai tilinkósoknak átadni. Szeretnék gratulálni Borúszki Anna Máriának is a bronz oklevélhez. Mind a kis Bendegúznak is. Hát a bronzunk az el is fogyott ezennel. Következzenek az ezüstök. Fegyveres Georgina. Ezüstök is. Lehetetlen, hogy ennyire jó szűk voltam, ugyanis most már csak az aranyak vannak hátra, és a kiemelt aranyak. Az aranyak közül pedig Poruszki Dávidnak szeretnék egy aranyműsítést átadni. Következő aranyok levelet a tokai hímes duónak írtuk be. Tokai, de itt a kisbetyárok következnek szintén aranyok levéllel. És olyan gyorsan haladunk, hogy még az aranyok leveleink is elfogytak. Innentől csak kiemelt aranyok levelet szeretnék átadni. Mégpedig az Asszú Szemek népzenei együttes számára. Szeretnék a pánkikás duónak is átadni egy kiemelt aranyoklevet, és ezzel természetesen a döntőben való bejutás. Régi visszatérő vendégünk Máját Cseperke. Ismét szépen hegyelődő nekünk. És Ciper Gábor Bence, remélem jól ejtettem ki a nevét, kiemelt aranyfogadattal várjuk a döntőbe. Köszönöm.
Én meg szeretném megkérni Gokas Erzsébetet, hogy miután Gyarany János kedvenc idézetemmel szeretném lezárni a mai napot, és megköszönni a támogatókat, a Művészetek Házának, a dolgozóinak, a polgármester úrnak, és mindenkinek, aki hozzájárult, a zsűritagoknak, a felkészítő tanároknak, és legfőképpen nektek gyermekek, meg szülőknek, hogy itt voltatok ma velünk. Szeretném majd megkérni Gokas Erzsikét, hogy énekeljünk együtt valamit zárásgyanánt. Viszont előtte az egyik kedvenc Arany János idézetemmel szeretném lezárni a mai napot. Ne feledd múltat, ez ad alapot jövődnek. És várjuk a Gokas Erzsikét az énekkel. Szintén önkéntesként volt ma itt, és neki is nagy taps, Kardos Katalin. Június 23-án ugyanitt találkozunk a döntőn. Isten áldjon meg!